Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Kallur Zoltán Kossuth és Magyar Örökség díjas néprajzkutató gondolatával indult a Bihar Néptánc Együttes fennállásának 45 éves jubileumára rendezett nagyszabású gálaest november 23-án a Művelődési Ház színház termében. 1973-ban 13 ötödik osztályos leány volt az alapító. Hangozzon el most a nevük. Balázs Anna, Pap Ildikó, Pásztor Ildikó, Gyöngyösi Edit, Dremák Erzsébet, Erni Márta, Takó Erzsébet, Diószegi Ildikó, Nagy Andrea, Mikó Magdolna, Harasztosi Erzsébet, Popovics Etelka és Fábián Sára. Többen itt vannak most is köztünk. Megérdemelnek egy nagy tapsot. A jubileumi alkalmon Muraközi István polgármester köszöntötte a táncegyütteseket. A polgármester felelevenítette az akkori hármas iskola művészet oktatásának tevékenységeit, mely, mint fogalmazott, egy sikerkorszak kezdete volt a 70-es években. Sebő Ferenc gondolatait hoztam magammal, aki ugye azt mondja, hogy a hagyomány az nem beteg, hogy ápolni kelljen, nem rab, hogy őrizni kelljen. A hagyományt úgy tudjuk őrizni, hogyha megéljük a hagyományainkat. Az előbb említett vasárnapi rendezvény bizonyítja azt, hogy itt nem csak ápolják, nem csak őrzik a hagyományt, hanem igenis megélik, hisz jó látni, hogy a fiatalok ugyanolyan büszkén öltik magukra a népviseletet és ropják a táncot. Mit is mondhatnék, hogy érezzük jól magunkat ma este, Isten éltesse a 45 éves Bihar Néptánc Együttest, és talán Mórusz Tamás szavai még ide illenek, hogy a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a lángnak a továbbadása. A gálaesten 8 néptánccsoport, több mint 100 táncosa a Kárpát-medence számos tájegységének produkcióját vitte színpadra. Az este egyik meglepetése az volt, hogy két előadásra az egykori tagok, az öreg biharosok is összeálltak. A következőkben egy kis időutazással kezdünk. Amen.
A táncosok gondoskodtak a meglepetésről, hiszen egykori vezetőjük, Bak Istvánné Ildi néni nem sejtette, hogy a volt biharos tanítványok is színpadra lépnek a gálán. A fellépő együtteseken kívül Ildi nénit Muraközi István, Törökné Csécs Lenke az alapító jó barátja és a Bihari Népművészeti Egyesület is köszöntötte. Lisztes Éva a Bihar Néptánc Együttes egykori tagja, Sándor Zerinné Marika nénit, az együttest évtizedekig kísérő zongoristáját és Bak Juditot virággal és elismerő szavakkal köszöntötte. A Néptánc Együttes gála estjének végén a Szeredás Népzenei Együttes az alapító iránti tisztelet és megbecsülés jeléül az utolsó muzsikát a biharosoknak húzta. A gála műsor szervezése az már szeptember eleje óta zajlott. Ez köztudott itt néptáncos berkekbe, Berettyóújfaluba, hogy 1973-ban alakult a Bihar Néptánc Együttes, Bihar Gyermek Néptánc Együttes, az akkori hármas számú általános iskolába. Bakné Ildi néni 13 alapító lányjal, 5. osztályos lányokkal hozta létre a Bihar Gyermek Néptánc Együttest. Tehát akiknek Ildi néni volt a napközise, abból az osztályból alakult mindig az utánpótlás csoport. Jó magam 2. osztályos koromtól táncolok, tehát a mi osztályunk 2. osztályos korába kezdte a táncolást, és egészen 8. osztályos korunkig végig táncoltunk 7 évet. Rengeteg közösségi élményt adott nekünk a néptánc csoportban táncolás. A próbákon felül jártunk mi is minősítő versenyekre. Emlékszem Hajdúböszörménybe, az ottani művelődési házba, borzasztó nagy terem és nagy színpad, kicsi táncosok megrémülve, megijedve, Csillebércen voltunk többször néptáncos táborban. Arra gondoltam, hogy az 5 évente megrendezendő gála műsorokon a pusztafalusi lánytánc az mindig eltáncolódik. És akkor régi táncosokkal vettem fel a kapcsolatot, és nagyon örültem neki, mert az első megbeszélésre már vagy 12-en összejöttünk, és volt olyan táncpróbánk is, amikor 20-an is táncoltuk a pusztafalusit. Mivel, hogy ilyen sokan voltunk, úgy gondoltuk, táncolunk még egy táncot. Novák Ferenc Somogyi lánytáncát vettük be a repertoárba. Hát azt egy kicsit nehezebben tanultuk meg, magunktól tanultunk, tehát Ildi néni előtt végig titokba tartottuk ezt az egész gála műsort, azt meg főleg, hogy mi is fel fogunk lépni. Zajlottak a próbáink hetente egy, később már 2, akár 3 alkalommal is, nagyon izgultunk, hogy vajon Ildi néni mit fog szólni, hogy mennyire vagyunk ügyesek még mindig. Nagyon sok néptánccsoport működik Berettyóújfaluban, az egészen kicsiktől, tehát óvodáskorúaktól a felnőttekig, és úgy gondoltam, hogy most erre a gála műsorra csak a felnőtt táncsoportokat fogjuk hívni. Az első hívószóra mindenki nagyon, nagyon szívesen és nagy örömmel készült, mert hát ugye minden felnőtt táncsoportban ott vannak a régi biharosok. Itt a gálán név szerint mindig meg is említettük, hogy ebbe a felnőtt táncsoportban most kik azok, akik gyerekként az Ildi néni keze alatt kezdtek táncolni. Természetesen itt volt a Bihar Néptánc Együttes, elfogadta a meghívásunkat a Rengő Néptánc Műhely, a Pesterce Néptánc Együttes és a Baraboly Néptánc Együttes is. Volt egy meglepetés tánccsoport, egy vendégünk Földesről, hogy miért őket hívtam. Augusztus 19-én kint a Szent István téren Csürdöngölő Fesztivált tartottunk délután. Természetesen ott volt Ildi néni is, mert végignézte a tánccsoportok fellépéseit, és utána odajött hozzám, hogy tudod, kinek volt itt most a leghangulatosabb a tánca? Azt mondja, a földesieknek. És akkor innen jött az ötlet, hogy akkor a Földesi Szélrózsa Hagyományőrző Egyesületet hívjam vendégként. Majd 100 táncos lépett itt fel a gála műsorba. Kassa környéki, Nagy Iváni, Dobrodi, Szatmári, magyarpalackai táncokat láthattunk. Volt egy meglepetés műsorszám is, Túzó Renáta és Vámosi István újfalui táncokat táncoltak. Ugyanis előkerült egy 1955-ben itt a művelődési ház udvarán felvett filmfelvétel, ahol Berettyó Újfalu és környéki
táncokat táncoltak idősebb táncosok. Túlzó René és Vámosi István koreográfiájába felelevenítették ezeket az újfalui táncokat. Megható volt mindenkinek, amikor a műsor elején konferáltam, nem ismertem lenézni az első sorra, mert ott ült Ildi néni, ott ült Sándorné Marika, ott ült Bak Jutka, akik szorosan kötődnek a Bihar Néptánc Együtteshez, hiszen Sándorné Marika a kezdetektől a zongora kíséretet, a zenei kíséretet biztosította a táncokhoz, Bak Judit pedig az édesanyjától, Ildi nénétől vette át a Bihar Gyermeknéptánc Együttes vezetését. Másnap engem fölhívott Ildi néni délután, sírva, hogy élete egyik legboldogabb napja volt a péntek este. Nagyon jól esett neki, és nagyon meghatódott ettől, hogy ennyi táncos volt itt, és hogy ilyen sokan ilyen jó szívvel emlékeznek vissza erre a közösségformáló, közösségteremtő hagyományra. Nagyon jó volt az, hogy sokan eljöttek táncosok, az alapítók közül is itt voltak többen. Negyvenöt év, az majd csak egy fél évszázad. Hogy tetszett megélni az elejét, illetve most a 45 évnek a lezárását? Hát az elejét azt könnyen, mert fiatal voltam, gyerek voltam, táncoltam csoportba, és aztán ott ragadtam. 18 évesen elkezdtem táncot tanítani iskolába, ahol tanítottam, Mezőpeterden, aztán a gyermekvárosba 11 évig, és onnan Pap Dezső, a hármas iskola akkori igazgatója megkért, hogy próbáljam meg nála a munkát, és szeretné, ha táncot is tanítanék. És így kerültem 73-ba a hármas iskolába, és elkezdtem a táncot tanítani a 13 lányjal. A gimnáziumban abban az időben nagyon jó tánccsoport volt, és még külföldre is eljutottunk, 3 alkalommal is, és hát ott nagyon megszerettem, aztán úgy nem tudtam abba hagyni. Még egy évig visszajártam már akkor is, amikor tanítottam, utána meg maradt a tánc. Visszagondolva 45 évre, mik a legkedvesebb pillanatok? Mi az, amit a tánccsoporttal a legszívesebben megélt? Hát ezt nehéz elmondani, vagy nehéz lenne megfogalmazni. Szerintem először is azt, hogy meg tudtam agitálni a gyerekeket, hogy táncoljanak. Rengeteget dolgoztunk, és aztán megszerették, és ez volt a lényege, mert most a 45 éves jubileumon ez derült ki, hogy szeretik a táncot, mert még volt, aki 50 éven felül is beállt bizony és táncolt. És vagy a gyereke táncol, vagy az unokája táncol most már. Ez volt a lényege az egésznek. Általában egy csoportban 30-40 gyerek táncolt, volt, amikor két csoport is volt éveken keresztül az iskolában, hát akkor 80 gyerek táncolt. Aztán, amikor Makai Mihály lett az igazgató, akkor sikerült bevezetni a néptáncoktatást a órákon is, tehát délelőtti órákba iktattuk be alsó tagozatba, hát akkor szinte mindenki táncolt, és ott meg ki tudtam válogatni, hogy kik lesznek azok, akik az együttesbe kerülnek. Aztán később a fiatalok azt mondták, hogy szeretnének visszajönni 8. után is, úgyhogy akkor lett 3 csoport az együttesbe. A 13 lányból tulajdonképpen mára már egy 8 néptánc együttesből álló hatalmas néptáncsereg képviseli magát a kultúrát. Hát ennek nagyon örülök tulajdonképpen, mert rengeteg régi táncosom van ott, vagy régi táncosomnak, ahogy már említettem, gyerekei vagy unokái táncolnak, tehát ez csak viszik tovább a Berettyóújfalu hírnevét. Visszagondolva a jubileumi ünnepségre, mi volt a legkiemelkedőbb pillanat, amire most nagyon szívesen visszaemlékszik? Hát ez nagyon nehéz elmondani. Amikor nem is tudom, rájöttem, hogy miattam csinálták. És
Hát, amikor ránéztem Évára, az egy olyan boldog pillanat volt. Meg az egész műsor, mikor a régi táncosok táncoltak, és mikor nagyon aranyosak voltak, mert a színpadról nem néztek le rám, azt tartották a rendet, de mikor lejöttek, akkor mindegyik odaintett nekem. Kik a tánctanárok, akikre nagyon büszke, és nekik sokat köszönhet? Most a legfiatalabb a Barbie, aki a táncművészetire jár, és Jakab Barbie megvezeti is a csoportot. Hát nyilván, hogy egy darabig az együttest vitte a lányom, ő rá is büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy mind a három unokám táncolt valamilyen szinten, és bár most egy kicsit szüneteltetik, de én úgy érzem, hogy kaptak olyan indítatást, hogy biztos visszatérnek ők is a tánchoz. Hát ugye a Bajnócának a vezetője ott tanult nálam táncolni, az első lépéseket én tanítottam, aztán a húgát is. Harasztosi Jutkát, Kanalasné, tehát ő is külön csoportot vezet, meg vidéken is tanít. Tehát ezek mind olyan eredmények, amire büszke vagyok. És ami a legjobb, hogy az a felém áradó szeretet, ez tett boldoggá. 6-szor voltunk az antológián, és Szilágyi Zsoltnak a koreográfiáit vittük, akkor Törökné Csícslenke említette is a műsor végén, hogy nagyon boldog volt, amikor az ő koreográfiája is oda került. Egyik évben, azt hiszem 99 volt, amikor legnagyobb meglepetésemre ott kaptam egy pedagógiai díjat. Hát az akkori műfáz igazgatója, Lajos, Porkoláb Lajos, meg a kíséret, az már mindenki tudta, csak én nem. És majdnem papucsba mentem le a színpadra, csak Kanalasné szólt, hogy nem menjek már úgy, mert leesek a lépcsőn. És kiderült, hogy ő már tudta, hogy nekem fel kell menni a színpadra. Hát ezt egy évben mindig egy embernek adják, egy oktatónak, és abban az évben én kaptam. Aztán az együttes külföldi útjai, Erdélyben nem egyszer voltunk, Németországban az Aerotreffen szintén sokszor voltunk, Svédországba, Csehszlovákiába, a régi Jugoszláviába, Kikindán nagy sikerrel szerepeltek a gyerekek, tehát tulajdonképpen szinte minden csoport elkerült valahova. Arról nem beszélve, hogy rendszeresen jártunk Csillebércre, Zánkára, mint úttörők, de nagy élmény volt a gyerekeknek az is, és mai napig is emlegetik. Teljesen el vagyok ezzel a 45 éves jubileummal telve, és még azt emésztem. Hát, ha kérnek véleményt, vagy ötletet, akkor szívesen segítek nekik. Elméletben már, gyakorlatban már nem. De hát tudják ők, hogy mit kell csinálni. Megtanulták a fegyelmet, a rendet, a kitartást, és remélem, hogy a szeretetet is. Mert ha szeretik a gyerekeket, akkor sikeresek lesznek. Nem elég táncolni, tudni, hanem szeretni kell. Nem csak a táncot, hanem a gyerekeket, a táncosokat is. Néninek. Másfelől úgy gondolom, hogy aki ennyi ideje a szikrát
meggyújtotta és értetni tudja, az eleve nem lehet néni. Aki szellemiek ilyen friss és ennyi energiával bír, úgy gondolom nem lehet néni. Nagy szeretettel köszöntek én. Engedjék meg, hogy a Kölcsei Mérsőkhoz nevében is köszöntsem az együttest, és egy nagyon szerény bejelentéssel éljek, az ugyan talán nem ilyen tárgyi és maradandó, de hagyj invitáljam az együttest egy nagyváradi és környéki kirándulásra, ahol kellemes napokat tölthetnek el, és megmutathatják Bihar másik végén, hogy hogy táncolnak Bihar együttében. Hogyha elfogadják a meghívást, nem fog kerülni.